Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai istentiszteletünk alapigéjeként lapozzuk fel a Kolossé beliekhez írott levél 3. fejezetét. Lapozzuk föl tehát a Kolossé beliekhez írott levél 3. fejezetét. Ebben a fejezetben én magamnak úgy foglaltam össze, hogy a gyakorlati Krisztus követéséről olvashatunk. Rögtön, hogyha az első verseket elolvassuk, akkor láthatjuk azt, hogy Pál apostol ennek a gyülekezetnek mennyire gyakorlati módon szólt arról, hogy hogyan nézzen ki a keresztény embernek az élet gyakorlata. Így olvasom most az első 2 verset. Annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Azt hiszem, hogy mindannyian ismerjük ezt az alapelvet, hogy Pál apostol 2 utat vázol föl. Azt mondja, hogy vannak a földi dolgaink, amik természetes módon ehhez a világhoz kötnek bennünket, de van egy másik dolog, az odafelvalók. Érdemes elgondolkozni ezen a kifejezésen, mit is jelent ez, hogy odafelvalók. És Pál apostol itt arról beszél a gyülekezetnek, illetve azt írja nekik, hogy az ő mindennapi életgyakorlatukban ha a fontossági sorrendet maguknak meghatározzák, hogy mi legyen az első ebben a 2 dologban, hogy most melyikkel foglalkoznak többet, azt mondja, törődjetek az odafelvalókkal, és nem a földiekkel. Nyilván Pál apostol nem arra utalt, hogy akkor innentől kezdve ne dolgozzatok, hiszen olvashatjuk, a viszont megvan írva alapján a tanácsait akár a cselédekre, akár a szolgákra, akár a mindennapi élettel kapcsolatban. Tehát semmiképpen sem arról szólna ez, hogy a keresztény ember ne törődjön a földi dolgokkal, hanem hogy váltson szemléletet. Vajon mi minden tartozik ehhez, hogy az odafelvalókkal törődjetek? Hát szeretnék nektek itt egy néhány igeverset felolvasni, és hát kérni szeretnélek benneteket, hogy ti magatok tanulmányozzátok ezt a fejezetet. Én nem szeretnék minden igeversét elemezni, hanem konkrétan egy néhány versről szeretnék mélyebben beszélni, csak az összefüggések miatt szeretnék egy pár kifejezést felolvasni, ugye arra válaszul, hogy hogyan is érti Pál apostol azt, hogy az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Az 5. verset olvasom. Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami bálványimádás, melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira. Nagyon érdekes kifejezés, hogy azt mondja az apostol, hogy ahhoz, hogy az odafelvalókkal törődjünk, vagyis a nézőpontunkat, a gondolkodásunkat oda fölfelé irányítsuk, ahhoz több mindent meg kell tennünk. Azt mondja, hogy meg kell öldökölni a mi földi tagjainkat, amit röviden így foglalhatnánk össze, hogy azokat az önző kívánságokat, amelyek bennünk vannak a mi emberi természetünk miatt. És azt mondja, hogy ő most nem akarja a múltra emlékeztetni a testvéreit, mert azt mondja, hogy ezek miatt, amiket itt konkrétan felsorol néhány dolgot az önző kívánságok gyakorlásával kapcsolatban, azt mondja, hogy ezek miatt az Isten ítélete el fog következni azokra, akik engedetlenek. És azt mondja róluk, hogy ti is valamikor régen éltetek ilyen módon, de ti most már nem így szeretnétek élni. És ezek után, miután visszatekint az apostol arra, hogy a múltban mi minden előfordulhatott, és hogy most se engedjék, hogy ezek előtörjenek az emberi kívánságokban, azt mondja a 8. verstől, most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat, haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet, ne hazudjatok egymás ellen, mivel hogy levetkeztétek amaz új embert az ő cselekedeteivel együtt. És fölöltözzétek amaz új embert, melynek újulása van annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Ahol nincs többé görög és zsidó, körülmetélkedés és körülmetéledetlenség, idegen, szkítiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Arra a kifejezésre szeretnék itt hangsúlyt tenni, amit olvashatunk a 8. vers első kifejezésben, hogy most pedig testvéreim, azt mondom nektek. Most nem a régmúltról beszélek, hogy milyen kívánságokban jártatok régen, hanem hogy most mit tegyetek.
Beszél az apostol olyan emberekhez, akikről azt mondja, hogy ők már újjászülettek, és ő bennük megszületett az új ember, amelyről azt mondja a 10. versben, hogy ez az új ember szeretne megújulni annak ábrázata szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Tehát nem olyan emberekről beszél, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy mit jelent Krisztust követni, hanem azt mondja, olyan emberekhez szól, akiknek már megvan az új ember. Krisztus megteremtette az új embert bennük, és azt mondja nekik, hogy most, újjáteremtett testvéreimnek pedig azt mondom, hogy vessétek el magatoktól mindazokat, amiket ott fölsorol. Nagyon elgondolkoztató számomra az, amikor azt mondja itt az apostol, hogy vessétek el magatoktól. Megnéztem az eredeti kifejezésnek a jelentés tartalmát, hogy mit jelenthet ez a kifejezés. Így lehetne visszaadni, félretesz, börtönbe zárat, egészen levet. Mit akar ezzel mondani az apostol? Hogy az az ember, aki már Krisztust megismerte, bizony azt tapasztalja a saját személyes életében, hogy amikor újra nem születik meg ő benne a Krisztus, akkor vannak dolgok, amelyek az ő életében előjönnek. És akár beismeri magának, akár nem, akár bevallja, akár nem, akár szembesül, akár nem, ezek a dolgok ott lehetnek. És nézzétek meg, hogy miket sorol fel az apostol. Harag, fölgerjedés, gonoszság, szátokból a káromkodás, gyalázatos beszéd. Ne hazudjatok egymás ellen. Úgy végig gondoltam, hogy ilyen kérdésekről kellett beszélni az apostolnak az ő korában. Azt mondja, ennyi minden van, amit most, ami most felszínre akar törni bennetek testvéreim, de én azt mondom nektek, hogy ezt vessétek el azonnal, ezt azonnal zárjátok börtönbe, és vetkőzzétek le. Ezeket nem tűrhetitek meg magatokban. Ja, pont most a Jakab levelével kapcsolatban a beszédről tanultunk a héten, és külön megragadta a figyelmemet a többi mellett ez a ne hazudjatok egymás ellen. Megnéztem ezt is, hogy mit is jelenthet ez a szó, hogy ne hazudjatok. Azt mondja egyszerűen az eredeti kifejezés, a szó maga a hamisságból származik. Tehát semmilyen hamisság egymás ellen bennetek testvéreim ne legyen, és ha följön a szívetekben, a gondolataitokban, az emberi kívánságaitok szerint, mert jelenleg nem vagytok úgy a Krisztusban, hogy ezek ne jöjjenek elő. Azt mondja, akkor azt mondom nektek, hogy most rögtön zárjátok börtönbe. És szeretnék visszatérni a másik kifejezésre, amit olvastunk ebben az előtte lévő szakaszban, az 5. versben, ez a kifejezés, hogy öldököljétek meg a ti földi tagjaitokat. Ez a kifejezés pedig azt jelenti az eredetiben, halottá tetemmé tenni, megöldökölni. Újjászületett emberekhez beszél az apostol. Ez azt jelenti, hogy az, hogy újjászülettünk, megtörtént a megtérés az életünkben. Az egy hatalmas ajándék. De ez nem jelenti azt, hogy életünk végéig innentől kezdve minden rendben van. Mert ez az óember, az föl akar támadni. És az ellenség hoz is olyan helyzeteket, ahol meg is mutatja azt, hogy igenis föltámad, és hajlamos arra, hogy haragudjon, hogy fölgerjedjen, hogy hamisságot gondoljon, vagy mondjon a másikról. És azt mondja az apostol, hogy most, kedves testvéreim, azt mondom nektek, hogy ezeket börtönbe kell zárni. Ezeket tetemmé, ezeket halottá kell tenni. Mert ezekkel együtt ugyanott tartunk, ahol az engedetlenség fiai, ezért emlegeti az apostol, nem csak a múltjuk miatt, hanem mintha azt mondaná, hogy kedves testvéreim, ha ezeket megtűritek, akkor együtt az engedetlenség fiaival az Isten szín előtt meg kell álljatok majd az ítéletben. És ugye van itt két kifejezés, megöldökölni és levetni. De az apostol nem áll meg itt, hanem folytatja. És itt szeretném most olvasni a következő szakaszt, a 12-től a 14. verset. Öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést, elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele.
Én nagyon örülök ennek a képnek, mert annyira szemléletes, ahogy az apostol gyakorlati módon beszél. Azt mondja, hogy nem elég az, hogyha az ember levetkőzik valamit, és megöldököl valamit. Mert ha levetkőzik valamit, akkor még ott áll mezítelenül. Hanem azt mondja, hogy öltözzétek föl azért, mint Istennek választottai, szentek és szeretettek. Azt hiszem, ez egy nagyon csodálatos kifejezés, mert valahogy arra hívja föl a figyelmünket, hogy olyan dolgokat sorol fel itt az apostol, amit nekünk föl kell öltözni, tehát én ebből azt a következtetést vontam le magamnak, hogy mi nem ilyenek vagyunk önmagunktól. Ami emberi természetünk szerint egyikünk sem, mert ha ilyenek lennénk, akkor nem kellene fölöltözni. Akkor nekünk pusztán önmagunkban, ha mi eldöntöttük itt a fejünkbe, akkor ezek meg kéne, hogy legyenek. De az apostol azt mondja, hogy nem. Először öldököljétek meg, vessétek le azokat, ami a régi élethez tartozik, és öltözzétek fel ezeket. És engem nagyon elgondolkodtat, hogy mi mindent sorol föl az apostol. Mi az, ami nekünk nincsen? Könyörületes szív, jóságosság, alázatosság, szelídség, hosszú tűrés. Én úgy gondolom, hogy mi nagyon vágyakozunk, hogy ilyen emberekké legyünk. Biztos vagyok benne, ha megkérdeznének bennünket, akkor úgy szeretnénk, hogy bárcsak olyan jóságos lennék, olyan könyörülő tudnék lenni, olyan alázatos tudnék lenni, olyan szelíd tudnék lenni, meg olyan hosszú tűrő, türelmes. És amikor azt mondja az apostol, hogy ezt öltözzétek föl, ezzel azt mondja, hogy ez bizony nekünk nincsen. Ezt nekünk úgy kell fölöltözni, mert önmagunkban egyikünk sem ilyen. És ami viszont nagyon elgondolkoztató nekem, hogy mivel folytatja az apostol. Azt mondja, kedves testvéreim, most mondom nektek, hogy miután levetkőztetek, most öltözzetek is fel. Ne maradjatok mezítelenül. Elszenvedvén egymást, megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valaki ellen, valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek. Hát ez a kifejezés különösen elgondolkoztatott engem, hogy miért mondja az apostol azt, hogy azért szükséges fölöltöznötök, kedves testvéreim, mert ha az Isten emberi közösségbe helyezett benneteket, az együtt jár az eltűréssel, az elszenvedéssel, mert hogy annyira nem vagyunk egyformák, és bizony nem vagyunk minden esetben mindenkor tökéletes állapotban. És úgy végig gondoltam azt, hogy vajon ez a kifejezés, hogy elszenvedvén egymást, mit is jelenthet számunkra? Mit is kell nekünk egy emberi közösségben elszenvedni, elhordozni? Eredeti kifejezés azt is magába foglalja, hogy eltűrni. Úgy végig gondoltam, hogy miért van az, hogy Isten nem azt mondja, hogy kedves gyermekem, miután megteremtettem benned az új embert, innentől kezdve remetének rendellek téged, menj haza, csukd be a szobád ajtaját, és üljél ott, és imádkozzál. Miért azt mondja az Úr, hogy legyél egy közösség részese? Abban a közösségben szolgálj, abban a közösségben tanulj és fejlődj. Miért helyez minket az Isten közösségbe? Miért az az Isten rendje, hogy családba helyez bennünket? Tudom, hogy nagyon sok ember önhibáján kívül egyedül marad. De az Isten teremtési rendje, hogy két ember, és aztán gyerekekkel együtt éljen, és ott tanuljon valamit, amit az Isten szeretne vele megtanítani. És ez a kijelentés számomra azt jelenti, hogy az emberi közösségekben való együttélés az emberi természet miatt, az óemberünk miatt, ami mindannyiunkban ott van, ami természetes kívánságaink miatt eltűréssel és elszenvedéssel jár együtt. És amikor ezt a kifejezést elolvastam, rögtön eszembe jutott nekem egy történet, ami lehet, hogy nektek is eszetekbe jut többeteknek. Biztos emlékeztek arra a történetre, amikor Jézus Krisztus jött le a megdicsőülés hegyéről a három tanítványával, és egy nagyon nehéz helyzettel szembesült, mikor leérkezett, egy versengéssel. Be is diktálnám nektek a három részt, a három fejezetet, ahol mind a három szinoptikus evangélium leírja ezt a történetet. Máté 17. fejezete, Márk 9. fejezete és Lukács 9. fejezete. Mind a három följegyzi ezt a történetet. Lemegy Jézus a hegyről, fénylik az arca a dicsőségtől, mert hogy ott megjelent neki Mózes és Illés,
És olyan jó érezte magát a három tanítvány is, hogy ott akartak maradni, mert annyira csodálatos volt az a légkör. Lejönnek a hegyről, és azzal szembesülnek, hogy a tanítványok nem tudtak meggyógyítani egy ördögtől megszálltat. Ott versengtek velük a farizeusok, és azzal szembesül Jézus, hogy itt van egy olyan helyzet, hogy itt valami egészen más légkör van, mint ami ott fönn a hegyen volt. És Jézus ekkor felsóhajtva valami egyedülállót mondott. Ó, hitetlen és elfajult nemzetség! Meddig szenvedlek még titeket? És én utána olvastam, hogy miért mondta ezt Jézus. Mi az, hogy meddig szenvedlek te titeket? Egyáltalán kinek szólt ez a mondat? Gondolhatnánk azt, hogy szólt azoknak a farizeusoknak, vagy azoknak az ellenséges embereknek, akik ott versengtek a tanítványokkal, hogy na tessék, nem tudjátok meggyógyítani. Hát mi az, hogy ti nem tudjátok megszabadítani ezt az embert a megszálltságától? De én, hogy utána gondoltam, én azt hiszem, hogy valami más voltam Jézusnak a szenvedését okozta. Mert tudom, hogy sokat szenvedett Jézus a farizeusok ármánykodásaitól is. De hogy megkérdezném tőletek, hogy mi mitől szenvedünk jobban? Attól-e, hogy olyan emberek, akik Istent sem ismerik, vagy hamis vallásosságban élnek, tesznek velünk valamit, vagy attól, hogy a legközelebb valóktól valamit nagyon nehezen tudunk elhordozni. Az előzményekben arról olvashatunk, főleg Máté evangélium a 16. fejezetének a leírására utalnék, hogy Jézus innentől kezdve elkezdett beszélni az ő bekövetkező haláláról. És el tudom képzelni, hogy a tanítványok emiatt elcsüggettek és kétségbe estek, hogy mi lesz most, hogyha Jézus nem lesz velük. És ezek után, mikor ezt ő elmondta, és ott lehetett a szívükben ez a gondolat, hogy jaj, hát akkor mi lesz velünk, ráadásul Jézus a 12 közül kiválasztott 3 embert, és fölvitte őket a hegyre. Olvashatunk máshol is arról, hogy a tanítványokban volt irítség, féltékenység egymással kapcsolatban. Miért pont azt a 3-at választotta ki? És én arra jutottam, hogy valószínűleg, hogy emiatt a lelkület miatt. Egyrészt a félelem, a kétségbeesés, hogy Jézus eltávozik, másrészt, hogy mi ez a kivételezés, ez megtelepedett a lelkükben, mert egyébként a tanítványok már űztek máskor ördögöt. Tudjátok, hogy kiküldte őket Jézus? Miért volt az, hogy most nem tudták kiűzni? Miért mondta nekik Jézus utána magukban azt, hogy csak a bőjtölés és komor könyörgés által lehet kiűzni az ördögöt? Miért nem engedte meg az atya, hogy meggyógyuljon az az ember ott? Az a megszállott ember. Mert rá akart mutatni arra, hogy kedves gyermekeim, most mi van a lelketekben? Irítség, féltékenység, kétségbeesés? És ezzel a lelkülettel együtt nem űzhető ki ez a lélek. És el is olvashatjátok a Jézus élete című könyvnek a 431. oldalán az angol lapszám szerint, ahol Ellen White is ezt írja le, hogy ez volt a tanítványok lelkében. És erre mondta Jézus, ó, hitetlen és elfajult nemzetség, meddig vagyok veletek, meddig szenvedlek titeket? Jézusnak is szenvedést jelentett, a tanítványok között kialakult versengés, a rossz lelkület, az értetlenség. És ha Jézus ezt mondta, hogy meddig szenvedlek titeket, akkor gondolhatjuk azt, hogy a Jézus követő keresztények másként kell, hogy éljenek? Hiszen mennyi minden van nekünk, amikor egymással összejövünk, és egymást közelebbről megismerjük, ami feszültséget okoz közöttünk. Azt is mondja az apostol, hogy elszenvedni, eltűrni egymást, de ez csak egy módon lehet, megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek van, aki ellen panasza volna. Tehát rögtön a gyógyszert is megmondja az apostol, hogy nincs mese, csak úgy lehet ilyen lelkületre jutni, hogyha megbocsátunk kölcsönösen egymásnak. Úgy fölmerült bennem az a kérdés, hogy és mi van, hogyha nem kölcsönös a dolog. Tehát valakivel én nagyon leszeretnék rendezni valamit, de ő vele nem lehet. Akkor is igaz vajon az, amit mondott itt az apostol, hogy kölcsönösen megbocsátván egymásnak? Itt csak utalni szeretnék arra, hogy Jézus hogy is tanított minket imádkozni. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket,
a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a vétkeiteket. Nem mondja azt, hogy ha pedig meg nem bocsátjátok azoknak, akik tőletek bocsánatot kértek, hanem ennyit mond, ha pedig meg nem bocsátjátok, akkor néktek sem bocsátatik meg. És ezzel kapcsolatban szeretnék egy pár mondatot felolvasni Ellen White-nak a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvéből. Aki nem bocsát meg, azt az utat zárja el, amelyen ő is kegyelmet nyerhetne Istentől. Ne gondoljuk, hogy ha az ellenünk vétkezők nem vallják be bűnüket, jogunk lenne megvonni tőlük bocsánatunkat. Igaz, hogy kötelességük volna bűnbánattal és bűnvallomással alázni meg szívüket. Nekünk azonban, akár bevallják hibájukat, akár nem, mindenképpen a szánakozó irgalmasság szellemével kell viseltetnünk az ellenünk vétkezők iránt. Bármilyen súlyosan bántalmaztak is minket, mégsem elengessünk neheztelést, mégse sajnálgassuk magunkat sérelmeink miatt, hanem ahogyan reméljük, hogy Isten elleni vétkeink bocsánatot nyernek, úgy bocsássunk meg mindent mindenkinek, bármit is vétett ellenünk. És most szeretném visszaolvasni, hogy miért is mondja azt az apostol, hogy öltözzétek föl. Mit öltözzetek föl? A könyörületes szívet, a jóságosságot, az alázatosságot, a szelídséget és a hosszú tűrést. Ezeket fölöltözni, ezek között a körülmények között, és akkor is, amikor a másikkal nem lehet lerendezni, mert ő nem rendezi le és nem vallja meg. És egy csodálatos igevers a 14. Azt mondja az apostol, mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. Úgy eszembe jutott, hogy a fölöltözéssel kapcsolatban a korabeli öltözet. Tudjátok, hogy legtöbbször úgy ábrázolják a korabeli viseletben az embereket, hogy volt egy alsó ruha, és aztán volt rajta egy ilyen palást. Az alsó ruhával kapcsolatban azt mondja, öltözzétek föl, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést, és mindezeknek fölébe. Öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. Mi ez a tökéletesség kötele? Hogy kerül ide a kötél? Az a kifejezés, amit itt olvashatunk, az eredeti alapján visszaadva ezt jelenti, mint egy egybekötés, összefoglalás, összefűző kötelék. Azt mondja, hogy van valami, amiből következik az összes többi. Ami összefűzi, ami egybetartja, ami összefogja. Az az isteni szeretet, ami nincsen meg magától senkinek, hanem amit úgy kell felöltöznie. És én úgy értettem meg magamnak, hogy mivel ez van fölül, és ez fogja egybe, a kép szerint, amit a görög használ, ebből következik az összes előző. Mert ez nem lehet enélkül. Az embernek csak emberi, fogyatékos szeretete van, ami viszonzást vár, ami elismerést vár, ami nem kitartó, ami nem hűséges, ami olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. De mennyivel más az isteni szeretet? És azt mondja, hogy ez az, amit mindeneknek fölébe öltsetek föl, öltözzétek föl. És milyen csodálatos ígéret következik ezután. És az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hivattatok egy testben, és háládatosak legyetek. Azt hiszem, tapasztalatból ismerjük mindannyian. Lehet békességünk akkor, amikor az önző énünknek engedünk, és hagyjuk, hogy megmaradjon, megtelepedjen az a sok-sok negatív dolog. Azt mondja a Biblia, nincs békessége ilyenkor az embernek. De egy módon lehet, hogyha felöltözi azt, amit az Isten felkínál minden embernek, de előtte le kell vetkőznie. Mert ér-e valamit az ember, hogyha az előzőekre akarja úgy fölölteni. És csodálatos szerintem, hogy mivel fejezi be Pál apostol ezt a fejezetet. Mi az útja annak, hogy a felöltözéshez eljuthassunk? Így fejezi be az apostol ezt a fejezetet. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben,
tanítván és intvén egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. És mindent, amit csak cselekeztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek. Hálát adván az Istennek és Atyának ő általa. Mi az, ami egyedül segíthet rajtunk? Ami annak az útja, hogy mi felöltözzük, vágyjunk felöltözni azt, amit Krisztus felkínál. A Krisztus beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon. Ahhoz, hogy mi meglássuk, hogy mi hol tartunk, ahhoz semmi más nem segít bennünket, mint hogyha Krisztushoz megyünk, és Krisztus életét tanulmányozunk, a Krisztus beszédét. Milyen volt ő, amikor itt járt a Földön? Milyen volt az a szeretet, amit csak ő tud nekünk megmutatni? Milyen lehet a mennyei világ, amit ő elhozott a Földön, hogy megmutassa nekünk? És azt mondja, hogy ha ez lakik mi bennünk gazdagon, akkor ennek lesz a következmény, amit itt olvashatunk. Tanítván és intvén egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezni a ti szívetekben az Úrnak, és mindent, amit csak cselekeztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának ő általa. Szeretnék még legvégül egy kifejezésre utalni, ami elgondolkoztatott engem, és ti is mindannyian gondolkozzatok el, hogy én jól értettem-e meg. Van itt egy kifejezés, ami a 15. vers végén van, és azután még visszatér újra. Azt olvassuk a 15. vers végén, hogy és háládatosak legyetek. Ugye ezt azt hiszem, hogy ismerjük a Szentírásból, hogy az egyik legfontosabb dolog Istennel kapcsolatban a hála. De milyen összefüggésben hangzik itt el a hála? Miről beszél előtte? Miről beszél az előző versben, a versekben az apostol? Elszenvedvén egymást, és kölcsönösen megbocsátván egymást, és ennek a végén mondja, és háládatosak legyetek. És a végén is újra visszatér a hálához. Engem nagyon elgondolkodhatott, hogy hogy jön ide a hála. Egyrészt hálásak lehetünk Krisztusnak, aki megmutatta nekünk ezt az utat, aki fölajánlja azt, hogy mi fölöltözhetünk, és elnyerhetjük a szeretetet, amire magunktól képtelnek vagyunk. De én most magamnak egy nagyon fontos dolgot éltettem meg ebből a versből, és ebből az összefüggésből. Eljuthatunk egyszer oda, hogy hálát tudunk adni azokért a helyzetekért, hogy nekünk türelem és szenvedés kell egymás iránt? Eljuthatunk mi egyszer oda, hogy megértjük azt, hogy nem véletlenül vannak mellettünk azok, akik, akár otthon, akár a gyülekezetben. Nem véletlenül, hanem azért, hogy megmutassák, hogy az óemberünkből mi az, ami még ott égtelenkedik, és ami kitör folyamatosan, és az uralmat ott át akarja venni az életünk felett. Én úgy gondolom, hogy eljuthatunk oda, hogy hálát adunk az Istennek azért, hogy bennünket formál, és ezen keresztül is formál. Mert biztos, hogy nem véletlenül vagyunk ott, ahol. Nem véletlenül van a családunknak olyan tagja, vagy a gyülekezetben nem véletlenül van mellettünk egy testvér, akinek az elhordozásához a mi esetünkben akár elszenvedés és eltűrés szükséges. De lehet, hogy pontosan ez a helyzet mutatja meg azt, hogy mennyire türelmetlen vagyok, mennyire nincs bennem a békességre törekedés, mennyire kilátszik a mezítelenségem rúdsága. És ha az örökké valóság szempontjából gondolkozunk, amivel kezdődik ez a fejezet, az odafelvalókkal törődjetek. Isten nagyon szeret bennünket, és szeretne oda eljuttatni. És minden, ami történik velünk, azért történik, hogy mi megtanuljunk az odafelvalókkal törődni. Megtanuljuk meglátni, hogy mi az a természetünkben, ami még az óember, ami még fel akar törni, ami fölgerjed, ami haragszik. De hogy ezekben ne maradjunk benn, hogy ne kelljen az engedetlenség fiaival együtt elveszni. Én szívemből kívánom, hogy Isten segítsen bennünket arra, amit mindannyiunknak, mindannyiunkkal szeretne megtenni, hogy öltözzük föl ezeket a csodálatos dolgokat, amiket Isten ad nekünk öltözékként. Könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést.
és mindezek fölébe a szeretetet, mint amely a tökéletességnek köteléke, ami mindent összefog, mindent egybefűz. Én szívemből kívánom, hogy Isten mindannyiunkkal cselekedje meg ezt az ő kegyelméből. Amen.